Sziasztok, itt Orelsz után folytatjuk a Tomb Raider 2-től. Az előző részben a 13. 14. pályát megcsináltam, most a 15. pályát csinálom végig. A 16. pályát most csinálok valamennyit, de... már csak két rész fog maradni, hát. Szóval van csukva. Jó, az kinyílt. Bazd meg, sas! Kell nézni. Na igen, ott lent egy láva van. Várjunk csak. Ez így nem jó. Akárhányszor beesek ebbe, meghalok azonnal, mert ez egy lávás víz. Aha. Hm.
Viszok a tüske. Nem szabad beleesni. Igen, és az ugrás. Na, az ajtó kinyílt. Megmentés. Oké, így ment is ide, mert ez veszélyes ugrás lesz. Ugye, és ez lávás víz. Egy ment is, mert tudsz ki akarod támadni. Fölvenni hülyeség lehet volna, azt tudom, egy medipacket.
Van több tüske? Nincs. Van benne egy bajt egy tigris. Ez most már sebességre megy, nem bekapcsolom. Ne is hol állni, hogy megcsinálni. Éppen ezért. Bizony, ez kinyír, mert ez lávás. Összekeverni. Megváltoztak a talajok. Itt van egy secret is, úgyhogy ezt felszem, utána be kell fejezni. Ha!
Szuper. Ezt elbasztam. Nem szabad autóval megállnom. Hát ez rossz taktika volt. Na itt a secret. Aha. Hoztam ennyi uzi. Hány uzi is töltényem van? 1510 uzi is fegyver. Ez megérte akkor. Yeah, a pop. Meg kell húznom, és akkor leesek. Ide. Zöldök ezekkel a tigrisekkel. Itt a sárkányfej. Itt már baj van. Feltem tüske van. Gyorsan nézzük, hogy kikényíti, miért még kell szép papítanak. Most nézzük. Látjátok?
Jön le a tüske. Mocskos rája. Ne harabdálj! Ceci har! Sérsül, mert már elég, nincs elég oxigénem. Már csak ezt meg kell nyitni, és mehetünk feljebb. Itt harabdálsz ma folyton! Mert tudunk sebesek lenni, mert meg kell szerezni itt a kulcsot. Mint ezt. Ez is kell. Na, az aranykulcs megvan. Tehát bementünk ide.
Bassza, hogy mondtuk, geci! Állja. Mert jobb előttök tűz szemét pókuk. Aha. Most erre kell ráugranom. Ugrás! Aha. Aha.
Ez nehéz akadály lesz. Könnyen megöl. Ez a szar. Azt a gombot kell megnyomnom ott. Jó van. Ez így nem jó. A felugrás nem igazán tökéletes. Kettő. Három. Na, tessék, mi ez a kicsi csapda is? Egy ajtót kinyitottam. Látjátok, ez egy sárkány. Nem véletlenül. És ott egy kulcs. Jó, jöhet a csúlta. Na most ezt meg tudom nyitni.
Aztán még fel kell jutni. Itt feljebb kell menni. De ez már veszélyesebb lesz. Na, így kell ugrani. Hogy megfordulok. Hát, ez bizony nagyon hosszú sikerült, mert most már a végén vagyunk. Most jól figyeljetek! Itt van Marco Bartoli, aki a Sian törít, azonnal a hasába szúrja. Azért szúrta a hasába, nem öngyilkosságból, hanem mert így akar haltatlanná válni. Még bátor volt, hogy cső, agyba szúrjam. Hogy így követik elő. De ez már még veszélyesebb. Itt a gönör feneketlen. Négy bombát is elvisel. Az is nagy faszopó. Mire jöjjön szóra? Na ez jó lesz. De ezzel szarába szunk.
Floating garden. Kicsit jobbra, így jól lesz. Na, így már sokkal jobb. Még hajtós kinyit előttem. Nekem van még kérde, még két sem érjük. Mert a M16-os ilyenkor nem jó. Még átvetőből meg kevés van. De ebben még bőven van. Aha. Igen, az egyik elég itt van. Jó, de nem lesz könnyű átugrani. Inkább innét mentek. Lassuk. Hát ez aztán fasság. Hogy lehet egy kvartugrani ilyen magasságból? Próbáld meg magi magasabbról.
Fasz fejek. Nem tréfa. Neki is. Most próbáld ki ezt.
Gyertek a papához. Most ment is. I guess we need. Ja, ide. Aha. Még egyszer, jó. Na, így már átugorja. Ugh!
Itt volnánk. Aha. Aha. Így. Jó, elég lesz ennyi. Tehát elközelebb befejezem. Úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljatok a Facebookon, kövessetek Twitteren és figyeljétek a weboldalon. Tehát az utolsó előtti rész már megvan, úgyhogy legközelebb az utolsó résszel fejezem be. Sziasztok legközelebb!